és hazájára érve tanítja vala őket az ő zsinagógájukban, annyira, hogy álmélkodnak és azt mondják vala, honnét van ebben ez a bölcsesség és az erő. Nem ezért van az ácsmesternek fia. Nem az ő anyját hívják, és Máriának és az ő testvéreit, Jakabnak, Józsinak és Júdásnak. És az ő nőtestvére is nem mi nálunk vannak itt. Honnét vannak tehát ennél mindezek? És megmotrálkoznak vala őket. Jézus pedig mondani ki, nincsen proféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában. Nem is tűnünk sok csodát az ő hitetlenségük miatt. Sokszor elhangzott már, hogy mindnyájunknak vannak hitetlen családtagjaink, rokonaink, akikért imádkozunk, akiket szeretnénk, hogy megismerjék az Urat, és sokszor hallottuk már azt is innen a szószékről, hogy mindnyájunknak megvan a Jeruzsáleme, megvan a Samáriája, és ugye utána megyünk el a Föld végső határáig. Tehát a mi hitünknek a megvallását, azt jó esetben mindenki a családjával, vagy a szűk családi körében kezdi el. És láthatjuk, hogy Jézus is elment az ő kis Jeruzsálemébe, és láthatjuk ennek az előadását. És ő maga szűri le a következtetést, és mondja azt, hogy nincsen proféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában. És persze ezzel nem arra szeretnénk okot adni egyikőtöknek se, hogy Mátyi rokonoknak, vagy családtagoknak egyáltalán ne mondjátok el az evangéliumot, mert úgysem fog sikerülni, mert nem hallgatnak meg benneteket, csak arra a tényre szeretné felhívni a figyelmet, hogy Jézus is tehát volt ebben a helyzetben, és ő is megtapasztalta azt, bizony, úgy tűnik, hogy némely esetekben rokonoknak, vagy családtagoknak nehezebb bizonyságot tenni, vagy nem is azt mondom nehezebb, hanem inkább talán valamit mégis nehezebben értik meg, vagy nehezebben fogadják el a bizonyságtételt. És most röviden csak arra szeretnénk kitérni, hogy vajon ennek mi az oka, miért van ez így. Tehát láthatjuk azt, hogy Jézus is hazamegy. Ugye azt olvashatjuk itt, hogy 54-es versben, és hazájába érve tanítja vala őket az ő zsinagógájukban. Tehát Jézus hazamegy az üvéihez. Ugye kik voltak az üvéi? Tudjuk azt, hogy Názáreti Jézus hívták, ott laktak a szülei, ott voltak a testvérei, ott éltek. És hogy otthon nyilvánvalóan jól ismerték és szerették, hiszen ott közöttük élt. Ugye Lukács 2:51-52-ben van az a történet, ugye, amikor olvashatunk röviden, ugye, a 10 éves Jézusról, amit ugye elveszik Jeruzsálemben, és a szülők visszamennek érte, és utána pedig azt olvashatjuk, hogy Lukács 2:51-52-ben, hogy és alá mélnevelők, mármint a szüleivel, és méne Názáretben, és engedelmes valamékig, és az ő anyja szívében tartá mindezeket a dolgokat. Jézus pedig gyarapodik bölcsességben, és testünk állapotjában, és az Isten és emberek előtt. Hát ebben ő arra gondolod, hogy Jézus valószínűleg szerették otthon Názáretben. Egy jó fiú volt, és kedves volt az emberek előtt, szívesen beszéltek vele, szívesen voltak az ő társaságában, valószínűleg máskor is szívesen hívták őt igét olvasni a zsinagógába, és ez egy természetes dolog volt, hogyha otthon van, akkor ő ugye így hívett a Isten tisztelet során. De mégis most, valami ottnál fogva, most ez a prédikációja, ez nem maradott talán akkora sikert, vagy valami más módot hagyott ezekben a hallgatókban, hiszen azt olvashatjuk, hogy amikor tanította vala őket annyira, hogy álmélkodnak vala, és kérdéseket tesznek fel. Honnét van ebben ez a bölcsesség, másik pontnak vannak benne ezek az erők. Tehát nyilvánvaló, hogy Jézust egy olyan oldaláról ismerték meg most, amit eddig nem ismert. És azt is olvashatjuk Lukács evangéliumában, hogy nem vagyok benne biztos, hogy pont ezen a názáreti alkalommal, amikor prédikált, hogy Lukács evangéliumában egy másik ilyen alkalommal megírva, de Jézus a názáreti prédikációja az szinte odáig vezetett, hogy meg akarták ölni. Tehát azok az emberek, akik ismerték és szerették őt, mert a kedvességet nyert előtte, és ezek az emberek, odáig mennek, hogy majdnem le akarták taszítani a város szélén, ugye a szintáról, meg akarták, hogy hogyan lehet
lehetséges az, hogy azok az emberek, akik ezt egész életében a legközelebb volt, a szomszédai, az ismerőse és a rokonai, és mégis ők azok, akik szinte elmennek a végletekig, hogy az életét követelik ennek az embernek. Mi történt? Hiszen más zsinagógákban is prédikált, máshol is volt, ahol én azt gondolom, hogy inkább szerették és szívesen hallgatták a prédikációját, de itt Jeruzsálem, nem Jeruzsálem, nem itt Názáretben, itt valami azért biztosítékot kiverte ezeknek az embereknél, és azon gondolkoztam, hogy mi volt az oka annak, hogy ezek az emberek ennyire szélsőségesen reagáltak Jézusra erre a beszédére. Ugye azt olvashatjuk, hogy álmélkodtak rajta, hogy honnan van benne ez a bölcsesség, és honnan vannak ugye benne ezek az erők. Nyilvánvalóan, amikor máskor prédikált Jézus, akkor nem tapasztalták ezt, hiszen akkor nem álmélkodtak volna rajta, akkor ismerték volna talán a stílusát, ismerték volna, hogy Jézus ilyen így szokott prédikálni, de most mégis meghökkentek rajta, mert most valahogy a másik beszélt. Az ő tanításában erő volt. Ahogyan olvashatjuk, hogy ő nem, Jézus nem úgy tanított, mint ahogyan a farizeusok vagy az írástól tanítottak, hanem úgy, mint akinek hatalma van. És nyilvánvalóan ezt a fajta hatalmat, vagy ezt a fajta bölcsességet tapasztalták meg, ugye most itt Názáretben is, az ő ismerősei és az ő rokonai, és elcsodálkoztak rajta, hogy azt mondjuk, hogy ő tanítja valahogy őket ugye annyira, tehát olyan volt az ő tanítása, olyan, hogy egyszerűen ezen már el kellett, hogy csodálkoznak, hogy honnét van ugye ebben az emberben ez a bölcsesség. Hiszen tudták róla, hogy Jézus ugye nem valamelyik híres rabbinak a lábánál tanult, például Pál apostol, hanem ugye ő Józsefnek az Ácsnak a fia volt, és ugye az Ács műhelyben nevelkedett, de mégis most valahogyan olyan bölcsességgel beszélt, amit nem tudtak megmagyarázni, hogy honnan származik. És hát ugye ilyen bölcsességre, ugye, hogyha a tanulás útján valaki nem tud ugye szertelni, mert róla nem tud lehetőség, akkor gondolták, hogy talán valami isteni kijelentést kapott, ugye így lehet valahogyan ilyen bölcsességet szertenni. És ugye ők még nem tudták azt, hogy Jézus az Atyától jött, és ugye ismerte az Atyát, és Jézus mindig azt szólta, amit az Atyától van. Aztán a másik kérdés, ugye, amit föltettek, hogy nem csak bölcsességgel beszélt, hanem ugye csodákat tett. És hát nyilván ez is egy ilyen nagyon új dolog volt az ő számukra, hiszen Jézus eddig még csodákat nem tett. Otthon volt, 30 évig ott ért közöttük, de ugye tudjuk azt, hogy Kánában volt az első csodája. Elment, bemerítkezett keresztelő János által, elkezdte az ő nyilván szolgálatát, elment Kánába, ugye ott az első csodát megtett, és utána itt is, ott is meggyógyított egy vakot, meggyógyított egy sántát, vagy egy leprást, és egy híre kezdett terjedni, hogy az ember ez bizony csodákat tesz. És talán még mielőtt hazaért volna, hogy egy Názáretben is már tudták ezeket a dolgokat róla, de és látták is, és talán ott Názáretben is tett egy-két csodát, hiszen azt olvashatjuk, hogy tisztában voltak ezekkel a tényekkel, hogy Jézus egy csodát tesz, de ezt sem tudták megmagyarázni, hogy ez az erő, ez vajon honnan származik Jézustól. És ebből csak annyit ismertek, hogy ez a Jézus, ez valahogyan nem az a Jézus, aki eddig közöttünk élt, akit mi mindig megismertünk, aki szomszédunk volt, akit eddig megismertünk, valahogyan ez az ember más. És ugye Jézusnak a tanítása, amit mindig elmondott a zsinagógában, azt mondta, elközelített az Isten országa, higgyetek az evangéliumban, és kezdte ugye az emberek előtt felfedni magát, amit ugye eddig mindenki előtt eltűnt volt, hogy ő nem csak egy ember, hanem ő az Atyától jött, az Istentől jött, és ő az Isten fia, aki majd ugye egy napon majd, tehát aki azért jött, hogy elvegye a világ bűneit, és egy napon majd ugye a keresztre fog menni. És ezt Jézus nagyon sokáig, amíg Názáretben, ebben a közösségben élt eddig, ezt eltitkolta, elrejtette az emberek között, és az ő nyilvános szolgálata alatt kezdte el felfedni az embereknek, és ugye akik ezt felismerték Jézusban, és hittek benne, hittek és elfogadták, azok bőségei voltak, hogy felismerték ezt. És ugye
Jézus is ezeket a csodákat arra használta, hogy megmutassa ezen keresztül az ő hatalmát, és hogy az ő szavait alátámasztja az ő cselekedeteire. Azt mondta Jézusnak, hogy ha neked nem hisztek, mármint a szavaidnak nem hisztek, akkor hihetek a cselekedeteimnek, hogy miket teszek ezeket, hogy nem teheti másik olyan ember, akiben isteni erő van. És tudhatjuk azt, hogy a múltból is, hogy ez Isten is a csodákat erre használta a múltból is, hogy az ő hatalmát megmutassa az embereknek, mondjuk csak mondjuk az eddig több tíz csapásra, ott is ugye Isten jelen volt a nép között is, és Mózesen keresztül mindenki tudta azt, hogy ezeket a csodákat bizony az Isten teszi. És azt tanította, hogy ő az Isten fia, de miért nem tudták ezek a názáreti emberek ezt valahogyan elfogadni? Miért ennyire, mondjam, ilyen extrém módon reagáltak erre? Ugye föltették ezeket a kérdéseket, hogy ez az első két kérdés, hogy honnan vannak benne ezek az erők, honnan van benne ez a bölcsesség, hogyha egy kicsit ugye gondolkoznak rajta, akkor és elviszik azt, amit Jézus magára mondott, akkor valóban logikus választ kaphattak volna arra, hogy azért, mert ő az Isten fia, akiben ez a bölcsesség és ezek az erők működnek, és ha hisztek volna benne, akkor ugye az ő számukra is elérkezhetett volna az Isten országa. De aztán ugye ők tovább mennek, és itt kapcsolódunk bele, hogy miért volt nehéz nekik az, hogy ugye elfogadják, és hol jönnek be ezek a rohóli számára, ezek a kérdések, amiket feltesznek. Nem, ezért van az ácsmesternek fia. Nem az ő anyját hívják, én Máriának és az ő testvére, Jakabnak, Józsinak és Júdásnak. És az ő nőtestvére is nem mindannyi nálunk vannak, én. Honnan vannak tehát ennél vízek? Tehát láthatjuk azt, hogy Jézus ember fiának nevezi magát, ami azt jelenti, hogy ő valódi ember, de ő az ő tanításában azt is elmondta az embereknek, hogy ő nem csak az ember fia, hanem ő az Istennek is a fia. És aztán elmegy ezekhez az emberekhez, akik ugye ismerték az ő édesapját, ismerték az ő édesanyját, Máriát, ismerték a testvéreit is, és ezeknek az embereknek egyszerűen ő mindig is csak József fia maradt, Mária fia maradt, ő Jakab testvére maradt, József testvére maradt, és nem tudtak olyan túllépni ezen a származáson, hogy ő nem csak az ember fia, hanem ő az Istennek a fia is. És itt megrekedtek ezen a szinten azért, mert ők közelről ismerték, ők évtizedeken keresztül együtt éltek vele, és valahogyan ezt a kettőt egyáltalán nem tudták összeegyeztetni. És én azt gondolom, hogy ez velünk is így van, és azért nehéz a mi számunkra is elmondani az evangéliumot olyan embereknek, akik jobban ismernek bennünket, akik kicsit bensőségesebben ismernek bennünket, ugyanez az oka, mint hogy amiért Jézust is elutasították, hiszen amikor megtérünk, akkor bennünk is megtörténik egy valamiféle változás. Utána, amikor hogyha mi is elfogadjuk az Urat, akkor ugye mi is újjászületünk, egy ilyen új természet születik meg bennünk, ami elkezd éledezni és utat törni magának, és nyilvánvalóvá válni a cselekedeteinken keresztül, a beszédünkön keresztül, és elkezd bennünk ez az új természet, ez az új élet élni. És hogyha hazamegyünk a bogolókhoz, és hazamegyünk a szülőkhöz, akkor ők hogyan tekintenek rá? Hát úgy, mint az én fiam, meg mint az én lányom, vagy mint az én nagybátyám, vagy mint a szomszéd. És ezeknek az embereknek, hogyha nem ismerjük fel benne ezt a változást, hogy te mostantól kezdve már nem csak egy embernek a fia vagy, hanem Isten gyermeke is lettél, mert megtértél, akkor az ő számunkra ugyanúgy csak egy ember maradsz, és nem látják meg benned azt, hogy rajtad keresztül az Isten szólítja meg őket, és mondja el azt, hogy neked is át kell adnod az életet. És ezért nehéz az, hogyha a rokonoknál kell, vagy rokonokkal kell megosztani az evangéliumot, és én is tapasztaltam már azt, hogy ha bár nagyon sokszor beszéltem már rokonoknak vagy családtagoknak az evangéliumról, ők valahogyan mindig először csak azt látják, hogy ezt én mondom.
és azt gondolják, Árpi, te, hát, rokonom vagy, de ez egy kicsit, hogy mondjam, bolond ez az elképzelés, vagy úgy elhessegetik tőle, hogy bármi butaságokat beszélsz. De hogyha értedék azt, hogy az a természet, aki szól belőle, az Isten lelke szól hozzájuk, azért, hogy ők is megtérnek, akkor ezt mások kezelnek. És azoknak az embereknek én azt gondolom, hogy könnyebb dolgok volt, akik Jézus nem ismerték, mondjam, gyermekkorától személyesen, mert úgymond őket nem gátolták ezek a régi, múltbéli ismeretek abban, hogy elfogadják azt, amit Jézus önmagáról mondott, hogy ő valóban Isten fia. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy a profétának valóban nem könnyű a saját hazájában, ezt Jézus is megtapasztalta, és nekünk is, amikor ilyen rokonokkal vagy családtagokkal találkozunk, akkor eszünkbe kell, hogy jusson az, hogy ők nagyon sokszor csak úgy tekintenek bennünket, mint családtagok, mint régi ismerősök, ahogyan ismernek bennünket, mert még nem ismertek úgy bennünket, mint akik kiváltunk, miután megtértünk, és ez akadályozhatja őket abban, hogy az evangéliumnak kerüljenek segítenek. Remélem, hogy ez senkit nem akadályoz abban, hogy továbbra is imádkozzon az elveszett rokonaiért, családtagjaiért,